Budaörsváros önkormányzata a nyáron az intézményein felújítási munkákat végez. Ügyosztályvezető úr, a település két bölcsődéjén várhatóan milyen munkák elvégzése van tervbevéve? Az egyesített bölcsődéink, ugye két bölcsődéje van Budaörsnek, közül a nagyobb beruházás a Szászhorszék bölcsőde esetében történik. Itt egy az utolsó, a sor végén levő foglalkoztató szobát újítjuk fel, kívülről hőszigeteléssel látjuk el. Az elmúlt időszakban, főleg téli időszakban panaszkodtak a gondozók, hogy nincs megfelelő hőmérséklet, nem tudja a fűtési rendszer biztosítani a megfelelő hőmérsékletet. Ezért a nyilázárokat javítjuk, illetve egy külső hőszigetelést kap az úgynevezett kis vakon csoport. Ezen kívül még itt az udvari gumitégláknak a cseréjére is sor kerül, ezek is az idő elhasználva őket, és öntött gumival cseréljük ki. Hasonló feladat van a Pittypunk bölcsődébe is, ott is a játszó eszközök alatti gumitéglát cseréljük ki, és öntött gumira, amelyik abszolút biztonságos a gyerekek sérülésmentes játékát teszi lehetővé. A két bölcsődére ebben az évben az önkormányzat 10 millió forintos nagyságrendű felújítást tervez és valósít meg.